Sziasztok! Képzeljétek el, ma reggel fölkeltem, és azt láttam, hogy Charles Hoskinson élő adásban van, és én erről kaptam értesítést. Főcím, és akkor elmondom, hogy mi van valójában, bár benne van a címben, úgyhogy nem lesz nagy megfejtés, de bízom benne, hogy azt fogjátok hinni, hogy nagy megfejtés lesz. Soha nem lesz biztos benne, hogy mindig lesz két választás, és hogyha lesz, akkor majd jól döntünk. Mi van, ha most először érzed, jó az irány? Pont oda tartottunk, ahova megjöttünk. Mondd el, mennyit érez, mondd el, hány hegyet kell még, megpásztott hány lelket kell eladnod, mielőtt célba érnél. Híres ember első ezen a néven. A durva az, hogy 21.500 feliratkozó csatorna Charles Hoskinson, nem emlékszem arra a pillanatra, hogy én feliratkoztam volna rá, és hogy gyanús volt nekem, hogy szerintem valakit feltörtek. És elkezdtem így visszakövetni, hogy kik lehetnek azok az emberek, akikre én feliratkoztam, és körülbelül ennyi feliratkozójuk lehet, és így nem jöttem rá. De tényleg nem jöttem rá, próbálkoztam, nézegettem, mindenkinek meg volt a csatornája. Míg nem, ma este elkezdtem live-olni, és akkor mondja valaki, hogy Molnár Krisztiánnak egyszer feltörték a csatornáját. Várjatok? Emlékszem, hogy pont pár napja beszélgettem a Babymel, hogy Molnár Krisztián engem egyszer felismert, és mondom, hogy feliratkozok a csatornájára, hogy elkapjuk egy live-ot, és meg is nyomom a csengőt. Úgyhogy két napja feliratkoztam a csatornájára, úgyhogy nagy valószínűséggel ő az. Beírtam, hogy Molnár Krisztián, és ezt adta ki, hogy Charles Hoskinson. Aztán a Charles Hoskinsonnál van ilyen, hogy csatlakozás gomb, és ha rámész a csatlakozásra, ilyen emotikonokat látsz. Tehát innentől kezdve szerintem egyértelmű. Úgyhogy ez most nem lesz egy nagy megfejtés ez a videó, mert fogalmam sincs, hogy ki törte föl, Charles Hoskinson, oké, de hogy hogyan törték föl, mikor, valószínű tegnap. Azt már tudjuk, hogy ki és mikor, de azt még nem, hogy hogyan, úgyhogy megpróbáltam megkeresni Molnár Krisztiánt, de adásunkig még nem reagált a megkeresésre. Úgyhogy várjuk, Molnár Krisztián, mondd el, hogy már megint mit töltöttél le, és hogyan tudták feltörni a fiókot. Szorítunk, hogy visszaszerezd, szó a stúdióé. Nincs stúdió. Akkor vége főcím. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Fáradtál tett a megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, ma kezem indul a szaladás. Ma szabad leszek, neved, kérek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.